május 16-án ünnepélyes keretek között adta át az Egyesített Szociális Intézménynek Gémesi György polgármester azt a 250 000 forintot, melyet a Gödöllői Lokál Patrióta Klub a Tavaszi Ajándékosár című műsorral gyűjtött a Dózsa György úti és a Gödöllői Szociális Intézmények részére. Ceglédi Ingrid, az intézmény vezetője, megköszönve az adományt, elmondta, hogy a pénzt az intézményhez tartozó Ne felejts napközi otthon tornatermének felújítására fordítják. Az ünnepség keretében a szociális intézmény lakói néhány részletet meg is tekinthettek a nőnapi műsorból.